Egy különleges lényel gazdagodott a pécsi állatkert gyűjteménye a Vízvilág napján. Csatorna szörnyet ajándékozott a Tettye Forrásház a zoónak. Lekerül a lepel az új jövevényről. Kutyára emlékeztető fej, patás végtagok. Testéhez tapadva mindenféle tárgy, amit a csatornában találtak a vízszolgáltató munkatársai. A csatorna szörny élőhelyéről, táplálkozási szokásairól kérdeztük a Tettye vezérigazgatóját. A csatornában él. Tápláléka mindazon a hulladékok, melyek a vízben nem, vagy csak nehezen oldódnak fel. Leginkább a háztartási olajok, zsírok, papírtörlőkendők, nedves törlőkendők, a fültisztító pálcikák, vattapamacsok, amelyek képesek egy tonnától akár 130 tonnás méreteket öltve a csatornahálózatot eltorlaszolni. Ezzel pedig komoly károkat tesznek a csőrendszerben, a szennyvíztisztító gépeiben, mondja a szakember. A most átadott csatornaszörny valójában egy figyelemfelkeltő alkotás. Nem a csatornából kiszedett darab, hanem a bóbita bábkészítői rakták össze. Célja, hogy felhívja a figyelmet, nem szabad mindent beleönteni, beledobni a szennyvízhálózatba. A pécsi állatkertet például azért kellett átépíteni, mert szennyezte az alatta lévő ivóvízbázist. Annak idején talán hibás döntés után milyen anyagi eszközöket és ráfolytásokat kell az eszközölni, hogy egy potenciális szennyezőforrás megszűnjön. De azt gondolom, hogy ez most már hál' Istennek a múlté, most azon kell törekednünk, hogy ezt a szintet fönn is tudjuk tartani, és tényleg ne jelentsük veszélyt a környezetünkre, és ezt tudjuk oktatni a felnövekvő fiatal generációnak, akik reméljük a mi hiányinkat már nem fogják elkövetni. Idén a felszín alatti vizek tisztasága a kiemelt témája a Vízvilág napjának. Ebbe beletartoznak a természetes és a mesterséges föld alatti vízfolyások is. Így többek között a szennyvízhálózat. Pécsen évente közel 10 millió köbméter szennyvíz érkezik a tisztítótelepre. Innen 96%-os tisztasággal kerül ki a pécsi vízfolyásba és kerül be a természetes körforgásba.